74. rész. Jogananda, Krisztus második eljövetele. A benned létező Krisztus életre keltése első kötet. 12. fejezet. Hogyan szülessünk újjá Krisztusban? A kundalini felemelése. Első részlet. A zsidók ellenevetették. 46 esztendeig épült ez a templom, s te 3 nap alatt újjáépítenéd? De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. Akkor, amikor húsvét ünnepe alkalmával Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, sokan hittek benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is felvilágosítsa az emberről. Tudta, mi lakik az emberben. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez ének idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki. Bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg Isten királyságát. Nikodémus megkérdezte. Hogy születhet valaki, amikor már öreg, csak nem térhet vissza anyja méhébe azért, hogy újra szülessék? Erre Jézus azt mondta. Bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és szent lélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test. Ami a lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van vele mindenki, aki a lélekből született. Biblia, János, 2. fejezet 20-tól 25. vers, 3. fejezet 1-től 8. versig. A zsidók félreértelmezték Jézusnak azt a szavát, hogy 3 nap alatt épül fel a templom. Természetesen rácsodálkoztak, hogy hogyan tudná Jézus 3 nap alatt újjáépíteni a jeruzsálemi templomot, ha az elpusztult, amikor az első alkalommal 46 évbe telt, mire felépült. Az, hogy halála után feltámasztotta a testét, sokkal csodálatosabb volt, mint amilyen egy lerombolt templom újjáépítése lett volna 3 nap alatt. Húsvétkor sokan hittek Jézusban a csodái miatt, de Jézus nem számított az emberek tanúságtételére az ő üzenetének terjesztésében. Az ő végtelen erejétől hajtva folytatta evangéliumának hirdetését. Nikodémus éjszaka titokban meglátogatta Jézust, mert félt a társadalmi kritikától. Mégis nagy bátorság, hit és őszinte kíváncsiság kellett ahhoz, hogy megkeresse Jézust. A találkozáskor Jézus kijelentette, hogy csak az isteni lények, akik ténylegesen Isten kapcsolatban állnak, képesek működtetni azokat a szuper törvényeket, amelyek minden lény és dolog belső életét irányítják. Jézus Nikodémusnak adott válaszában a következőképpen fogalmazott. Bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg Isten királyságát. Ez egy általa javasolt út, hogy mi hogyan léphetünk kapcsolatba Istennel, és hogyan léphet kapcsolatba Jézus Istennel. Jézus úgy értette, hogy csak az Istennel kapcsolatba lépő szuper lények tudnak csodákat tenni, ám bárki kapcsolatba léphet Istennel, és csodákat is tehet, ha másodjára is megszületik. A hindu szentírásokban az újonnan született gyermeket kajasztának nevezik, ami azt jelenti, hogy testhez kötött. A gyermek 2 fizikai szemét fizikai szülei által kapja, hogy a csábító anyagvilágra nézzen velük, de amikor a gyermek idősebb lesz, és 7 éves korában vagy később, mikor beavatják, spirituális szemét a spirituális atya,
vagy a préceptor nyitja meg. Préceptora segítségével a beavatott ezt a messzelátó szemet arra tudja használni, hogy meglássa a legfelsőbb lelket, és ezután őt ezek valamelyikének hívják majd Dvidzsa, vagyis kétszer született, vagy Brámin, vagyis egy olyan személy, aki ismeri Brahmát, vagy a lelket. A testtudatból a lélektudatba való beavatás sajnos már Indiában is csak egy formális szertartássá vált, amelyet azok a papok végeznek, akik csak vízzel keresztelnek, de a nagy hindu mesterek belemerítik a testet a legfelsőbb lélekbe. Alámerítő, keresztelő János is ezt mondta, hogy ő csupán vízzel keresztel, de Jézusnak szellemmel, lélekkel kell majd keresztelnie. Jézus úgy értette, hogy a szokványos tudatosság a hústesthez van kötve, és hogy a két fizikai szemen és az információszerző érzékszerveken keresztül korlátozott érzékelési képességgel az ember csak a föld parányi játéktermébe lát bele.